Ott ültek a régi főváros egyik kis éttermében, és fröccsöt ittak. Kellemes, fűszeres illatú borból, amely a Kárpátok túlsó oldalán termett. Kis fröccsöt ittak, egy hajdani ország kis fővárosában, ami már csak a kövekben, a főtéri szoborban és az ilyen estékben élt. Az idegen pincér megállt asztaluknál, és nehézkesen, de anyanyelvükön kérdezte meg, kérne-e még valamit. Errefelé pedig nem volt szokás, hogy az idegenek az őshonosok anyanyelvén szólaljanak meg. Egy ideje az otthoniak lettek az idegenek, és az idegenek lettek otthon. De ez most nem volt fontos. Béke volt, kisfröcsnyi béke. Szép este volt. A kis étterem udvarán évszázados kőfal őrizte meg a felszálló buborékokat, platánfák árnyalták be a teret, és a hajdani nagypolgári ősök beleegyezően biccenthettek volna a férfira és nőre nézve, akik a kis asztalnál ültek, nem sokat beszélgettek, egyszerűen csak szerették egymást. Aztán elkondult az éjfél is, felálltak, fizettek, és hazafele indultak. A belvárosban volt az otthon, ami csak azért volt otthon, mert távol voltak az igazi otthontól, de ezen a helyen mégis övék volt minden kő, és éjszakánként egy nyugodt, erős király őrizte a belvárosi álmokat minden változó idők dacára. Körülöttük idegenek beszélgettek, idegenül, ők egymásra gondoltak, önmagukra, és ezért otthon voltak, hiszen semmi más nem számít. Az egyik utcasarkon szebb napokat is láthatott idős asszony áldogált, kezében egy pár régi, viseltes báli cipővel. Eladásra kínálgatta. A férfi és a nő úgy ment el mellette, ahogyan megszokták már ezekben az időkben elmenni a napi kilátástalanság, kétségbeesés, reménytelenség melletti sétát. Jó fél kilométert sétáltak a folyóparton, és már majdnem otthon voltak, amikor a férfi megszólalt. Aki éjfél után báli cipőt árul, az alig, ha nem éhezik. A nő megszorította a kezét, és megállt. Egy pillanatig álltak így, majd szó nélkül visszafordultak. Az öreg hölgy ugyanott állott. A férfi zsebébe nyúlt, és maradék nagyon kevés pénzét átnyújtotta neki. A nő lényegesen több pénzt vett elő, mindenét, ami nála volt, és átadta. Az öreg asszony szemét elfutotta a könny, és a báli cipőt nyújtotta cserébe, és közben az idegenek nyelvén mondott köszönetet. Udvariasan és enyhe lelkiismeret furdalással hárították el a cipőt. Csak segíteni akartunk, anyám, mondta a férfi. Fogadja el. Az öreg asszony hangja elcsuklott. És magukon ki segít, drágák? Áltak és nem tudták, mit mondjanak. A jó Isten, mondták végül egyszerre, és mintha megbátorodtak volna ettől, megerősítették. Igen, a jó Isten majd minket is. És bár a párbeszéd is az idegenek nyelvén zajlott, hirtelen minden otthonos lett újra, a nyomor is, a jóisten is, a báli cipő is. Aztán megfordultak és hazafele indultak újra. Útközben megálltak. A férfi megcsókolta a nőt. Érezte a könnyeket az arcán. És mindketten úgy érezték magukat, mint aki érdemtelenül valami nagyon nagy ajándékot kapott. Székelyföld, szerelem. Keletfele haladtak, a megengedettnél nagyobb sebességgel. A nő vezetett, a férfi az anyósülésen ült, sörözött és cigarettázott. Mert barbár volt, ahogyan errefele az emberek. Bal keze a nő combján nyugodott. Néha a nő sebességváltás közben megsimogatta a kezét. Keletfele haladtak,
s a régi határ, ahol gepidák és longobárdok, kunok és székelyek, románok és magyarok, oroszok és székelyek harcoltak egymással, ott volt. Kitárulkozott, vízválasztó volt, minden, amit el sem lehet mondani. Ezt érezte a nő és a férfi is. Felkanyarodtak az autóval egy soha nem járt útra a gerincen, majd megálltak. Balra a gyimesek, jobbra a székelyföld, és zöld mező, kaszálásra várva, vadvirágok, csupa gics, csupa szépség. És ledőltek a fűbe, és igen, szeretkeztek, ahogyan az őseik, ahogyan az állatok, mert otthon voltak. Nyugatra haladtak, a megengedettnél nagyobb sebességgel. A nő vezetett, a férfi az anyósülésen ült, sörözött és cigarettázott, mert barbár volt, ahogyan errefele az emberek. Bal keze a nő combján nyugodott, néha a nő sebességváltás közben megsimogatta a kezét. Aztán egyszer csak balra, pedig arra nem szerettek menni, kis földút nyílt ki, amelyre ráhajtottak. Sehova nem vezetett, s ha igen, örök titok marad. Valami latin-amerikai kis falu, amazonászi település rejtőzhetett a székelyföldút végén, sosem fogjuk megtudni. Megálltak és hosszan nézték a sehová nem vezető utat. Az úttalanság keresésében fogták egymás kezét. Annyira otthon voltak, mint soha. És semmi nem történt. Csak a béke, a szerelem. És aztán kihátráltak az autóval. Vissza a főútra. Délre mentek. Haladtak a megengedettnél nagyobb sebességgel. A nő vezetett, a férfi az anyósülésen ült, sörözött és cigarettázott. Mert barbár volt, ahogyan errefele az emberek. Bal keze a nő combján nyugodott, néha a nő sebességváltás közben megsimogatta a kezét. Jobbra egy kastély látszott. Valószínűtlen, impozáns, tündérregényes, aminek nem itt a helye, ami csak itt lehet. Lekanyarodtak. Megálltak a kastély előtt, s leültek a szerény asztalok mellett. Egy grófnő érkezett ki felvenni a rendelést. Tényleg grófnő volt, s a családfája Európa egyik legöregebb tölgye. De azért tudomásul vette a hagymásmájat és a sült bordát. Szilva pálinka is akadt. Aztán csendes, nyugodt elmélázás, a tekintet körbeszalad a klasszicista homlokzaton, a gondosan újra telepített kerten és egymás szemében. Hozzám jössz feleségül, kedves? Kérdezte a férfi. Székelyföld. Szerelem. Na és a szabadság is.